Tisztelt Ház, képviselőtársaink! Dózs Dávid képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be a gazdaságfejlesztési miniszterhez, újra Vas és az Acél országa leszünk címmel. Tisztelt képviselő úr, tisztelt Ház, Fognagy János miniszterhelyettes államtitkár úr fog válaszolni. Parancsoljon, öné a szó! Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár úr! Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy héttel ezelőtt úgy fogalmazott, idézem, ipari alapú gazdaságot épít Magyarország a feldolgozó iparra koncentrálva. A gyakorlatban nem nehéz kitalálni, hogy mire gondolhatott a kormányt képviselve, hiszen az elmúlt években világossá vált, hogy a Fidesz kormány az agrár lehetőségeink kihasználása helyett az akkumulátorgyár nagyhatalmi státuszra törekszik, mely előrevetíti, hogy nem első osztályú élelmiszer alapanyagokat, hanem veszélyes hulladéknak számító akkumulátorokat fognak feldolgozni. Ez bizonyítja, hogy 586 milliárd forintnyi állami támogatást kaptak eddig a Magyarországra épülő akkumulátorgyárak, vagyis a hazai költségvetésből ennyi pénz ment el külföldi cégek közvetlen és legalább ugyanennyi közvetett támogatásukra. Mindez a magyar termőföldön, holott zöldmezős beruházások helyett bőven lett volna lehetőség barnamezős beruházásokra is, melyek az előző rendszerből maradtak ránk, leromlott gyártelepek formájában. Abból a korszakából a magyar történelemnek, amikor az ipart próbálták mindenáron erőltetni, de ahogy a Vas és Acél országa gazdasági irányosa a mi útunk volt, úgy az akkumulátorgyár nagyhatalmi törekvések is merőben hibásak. A feldolgozóipar szerepel a Mi Hazánk Mozgalom Víradat nevű programjában is, de mi teljesen más alapokon képzeljük azt el. A megtermelt jó minőségű magyar élelmiszer alapanyagok számára szeretnénk olyan feldolgozóipart építeni, amely garantálja, hogy ezek a termékek ne nyersanyagként hagyják el az országot, ne külföldön legyenek feldolgozva, hanem maradjanak az országunkban, és az ebből keletkezett haszon is maradjon itt természetesen. Mi Hazánk Mozgalom az alacsony hozzáadott értékkel bíró, a profitot külföldre vívő akkumulátorgyár koncepció helyett továbbra is kitart amellett, hogy a magyar kormánynak a mezőgazdaság területén a hazai családi kis- és középvállalkozásokat kellene támogatni a nagyobb mértékben, valamint az erre épülő feldolgozó iparra és szolgáltató iparra kellene építeni az önálló magyar nemzetgazdaságot. Tisztelt államtitkár úr, önök miért a vendégmunkásokban, és miért nem a magyar emberekben, miért a környezetszennyező külföldi gigagyárakban, és nem a magyar termőföldben, miért a külföldi multikban, és nem a magyar vállalkozásokban látják a jövőt? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Fónagy János miniszterhelyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, számos és fontos kérdést vetett fel. Engedje meg, hogy a jelenlegi helyzetértékeléssel kezdem. Az év végére egy számjegyűre csökkentjük az inflációt, és ezzel 2024-ben lehetőség nyílik arra, hogy a gazdaság újból beinduljon. Az ön kérdésében azokra keresi a választ, hogy ez milyen irányba menjen. Meggyőződésem, hogy az ön által említett irányok nem vagy-vagy, hanem és viszonyban állnak egymással. Az Európai Unió döntött arról, hogy 2035-től már csak zéró kibocsátású gépjárművet lehet forgalomba hozni. A technika és a tudomány mai állása mellett ez egyértelműen az elektromos gépjárművek felé jelöli meg az irányt. Kérdés az, hogy ezek a gyárak hol fognak épülni, kik profitálnak belőle, hol teremt munkahelyeket, kinek hoz létre fejlesztést. Ahol a gépjárműveket gyártják, nyilvánvaló, hogy a gyártási sorba az akkumulátorok gyár, az akkumulátor egy alapvető kérdés. Nagyon gyorsan hozzáteszem, hogy nem csak a gépjárműveknél, hanem egyáltalában az egész elektromos áramhasznosításnál a tárolás, az elkövetkezendő, meggyőződésem szerint rövid éveknek a sürgető feladata. A elmondottakból gondolom egyértelműen következik az a véleményünk, hogy aki ellene van az elektromos akkumulátorgyárnak, az ellene van a környezetvédelmek, védelemnek is.
Németországon és Kínán kívül kizárólag Magyarországon van gyára mind három német prémium automárkának, és ezért továbbra sem kívánjuk ezt a pozíciót feladni, hogy a kelet és nyugati beruházások találkozó pontjaként működjön Közép-Európa és ezen belül Magyarország. Csak hogy mit jelent ez már most, 2022-ben. Az autó, vagy 22-ben. Az autóipar tavaly 30 milliárd euró teljesítményt ért el, 170 ezer embernek adott munkát, miközben mintegy 20 milliárd eurónyi exportot produkált. Azzal, hogy az elektromos autóipar beruházásait Magyarországra hozzuk, biztosítjuk azt, hogy az új autóipari korszakban is azok a munkahelyek, amelyek most vannak, meglesznek, és illetve bővülnek. A kérdésében az a véleménye formálódott meg, hogy ezt nem lehet a magyar mezőgazdaság kárára csinálni, nem is kívánjuk annak a kárára csinálni. Magyarországon jelenleg 5.111.000 hektár termőföld van, akkumulátorgyárak, ha igaz a felmérés, az mintegy 800 hektár területet használnak fel. Kérem, legyen arról meggyőződve ön is, és az egész magyar társadalom, hogy a kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy mezőgazdasági termelésre alkalmas termőföldet mezőgazdasági művelésből ne vonjunk ki, és minden lehetséges iparfejlesztést azokon a területeken használjuk, egyebek mellett az ön által említett úgynevezett barna mezős területeken is, amelyek mezőgazdasági művelésre alkalmatlanok. Ami ezzel kapcsolatos jövőt illeti, mármint a mezőgazdasággal kapcsolatos jövőt illeti, a 2021-27-es forrásban 80%-os nemzeti önrészt biztosítottunk, erre a korábbi évtizedekben soha nem volt példa. Köszönöm a türelmét. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most megkérdezem Dócs Dávid képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon. Nem fogadom el, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Államtitkár úr legnagyobb igyekezetére sem tudom elfogadni ezt a választ, hiszen nagyon más szemszögből közelítjük meg ezt az adott témát. Már csak azért is, mert mi pedig úgy látjuk, én magam úgy látom, hogy a keleti és a nyugati gyarmatosítás találkozó pontja inkább Magyarország, és hát azt, hogy a vagy-vagy az miért nem fér meg ebbe a témakörbe, talán azzal tudnám leginkább illusztrálni, hogy 2016-tól kezdődően visszaesett a magyar GDP-ben a mezőgazdaság szerepe. Innen lehet látni, hogy a fő stratégiai irányt hogyan tűzte ki Magyarország kormánya. És hát nagyon rövid az idő, nem tudok hosszasan példálózni, de talán érdemes megnézni Szlovénia nemzetgazdaságát, annak a Szlovéniának, amit Európa zöld szíveként emlegetnek, és amely ország itt Magyarországon fog akkumulátorgyár feldolgozó üzemet létesíteni, Magyarország pedig, hogyha így halad, akkor Európa hulladék lerakójává fog válni. Mi ezt nem szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogy a kormány végre térjen magához, és helyén kezelje a dolgokat, a magyar agráriumra helyezze a legnagyobb hangsúlyt. Köszönöm szépen a szót!